Sokan keresték fel ezt a kaposvári edzőtermet karácsony másnapján. Voltak, akik az ünnepi menükkel felszedett pár kilótól szerettek volna megszabadulni, mások a rendszeresség miatt nem hagyták ki a karácsonyi edzést. Nem akarok kiesni leginkább az edzésből, úgyha az ember hosszabb ideig kihagy, akkor már nem fog úgy menni az edzés, illetve ugye karácsonykor sok az evészet, a sok olyan étel, ami nem egészséges, és ezért jó egy kicsit lemozogni ezt az egészet. Na arra figyelj, vagy így fogod, vagy pedig így. Ez a fogás, ez ne legyen. Jó, én így szeretem fogni, fejedet lerakod, lapockát összehúz, és gyönyör, bejön a csukló alá. Nagy levegő, dolj. Aki odafigyel a táplálkozására és a rendszeres mozgásra, könnyen leadhatja a karácsonykor felszedett kilókat, mondja a személyi edző. Most az, hogyha az ember karácsonykor tényleg elmegy a családhoz egyszer-kétszer egy jó ebédre, egy jó vacsorára, attól senki sem lesz ténylegesen túlsúlyos, pár kiló feljön, de ezt a pár kilót elég hamar le is lehet dolgozni. Karácsony és szilveszter után minden évben megnő az edzőtermek iránti kereslet, sokan fognak ugyanis életmódváltásba. Így karácsonykra és a két ünnep között az emberek kicsit inaktívabbak, többet kell otthon foglalkozni a családdal, többen vannak a gyerekekkel, a házi munkával foglalkoznak, és igazából január elején, szilveszter után kezdődik a nagy döpping, hogy mindenki életmódot akar váltani, avagy visszatérni. Az életmódváltást és az edzéseket azonban csak fokozatosan, apró lépésenként érdemes elkezdeni, figyelmeztet a személyi edző. Nem szabad egyből a mély vízbe ugrani. Most egy teljesen kezdőnek teljesen az alapról kell kezdenie. Az újrakezdőknek is egy picit érdemes visszafogni magukat az első egy héten, de ténylegesen, hogyha lépcsőzetesen haladunk előre fokozatosan, akkor nem lehet semmivel se gond. Érdemes ilyenkor szakember segítségét kérni, hogy ne kudarc, hanem siker legyen az életmódváltás.